1958-ban, amikor a Szépirodalmi Könyvkiadó megkísérelte megjelentetni Pilinszkinek a Harmadnapon óta írt verseit, akkor ez rendkívül heves ellenállásba ütközött azok részéről, akiknek ebben érdemi szavuk lehetett. Tehát itt nem a kiadó szerkesztőségeire gondolok természetesen, hanem arra az kritikusi, ideológusi, irodalompolitikai körre, amely az MSZMP szakmai tanácsadó bázisát jelentette, ahol főleg Pándi ellenezte Pilinszki új verseinek a kiadását, amely aztán később 1959-ben mégis megjelent Harmadnapon címmel, mint tudjuk, és nagyon sokan Pilinszki legnagyobb teljesítményét, legnagyobb költői korszakát éppen ennek a kötetnek az anyagában vélik fölismerni. Én is magamat is ide sorolnám természetesen. És ezzel a kötettel kapcsolatban Király István, aki az egyik szaklektora volt ennek az ügynek, rendkívül határozottan és hevesen képviselte azt az álláspontot, hogy itt olyan értékről van szó, amelyet meg kell jelentetni, utána azonban könyörtelen bírálatban kell részesíteni, és fel is sorolta a kiadás feltételeit, hogy mik azok, amiket teljesíteni kell, vagy kellene, ahhoz, hogy ez a könyv úgy meg tudjon jelenni, hogy a többi már a kritika ügye és kritika dolga legyen. Tehát Királynak több rendbeli kívánsága volt a kötet anyagával kapcsolatban. A legelső mindjárt az, hogy ne azon a címen jelenjék meg, amelyel Pilinszki eredetileg megjelentetni szándékozta a verseit, Senki földjén. Ez volt a kötet eredeti címe. Én lektori jelentést annak idején még ilyen címen írtam róla, amire azért emlékszem, mert János elkérte tőlem ezt a lektori jelentést, és annyira megtetszett neki, hogy elkezdtek körözni a városba, és kezdtem mindenfelől visszahallani, egészen Baslórándig, hogy olvastam, kérném, mondta racsolva, és gratulálok, nagyszerű, fölhívott telefonon, tehát ennyire volt titkos ez a lektori jelentés. Na hát ez volt az első kívánság. A második kívánsága az volt, hogy a kötet rendkívül komor, amely egy bizonyos határig indokolható Pilinszki világszemléletével, indokolható Pilinszki társadalmi kiszorítottságával, de azért mindennek van határa. Úgyhogy ezt Király véleménye szerint oldani kellene, és szükség volna néhány olyan verse, amely azóta íródott, és valamilyen érzelmi, lelki megkönnyebbülést vagy derengést mutatna az 50-es években írt versek atmoszférájához képest. Tehát kért néhány új verset, ezek közül az egyik a Harmadnapon című vers, amit János Szigligeten írt az Alkotóházban, és végül is ez lett a kötetnek a címe. Bár nem tudom, hogy a vers mennyire emlékszel rá, elegettese a Király által megfogalmazott kívánalmaknak, és mennyivel derűsebb, mint a többi. Hát ezt nem tudom. A legképtelenebb és a legmegmagyarázhatatlanabb kívánsága Királynak az volt, hogy a apokrif alatt ne legyen ott az eredeti keletkezési dátum, vagyis 1952, mert ezt János 1952 végén írta, ami sok tekintetben bizonyítható, hiszen hát 1953-ban kezdte a barátainak a tavasszal mutogatni Németh Lászlónak, Ferenczi Béninek, fölolvasta valamilyen nyilvános összejövetelen is, ahol jelen volt Kassák például
és azon kívül, hát nekem magnetofonra mondta a vers keletkezési körülményeit. A magnetofon szallag már lekopott, elpárolgott, de én azt annak idején leírtam és megjelentettem később. A versről beszélgetve, Lator Lászlóval és a verset elemezve, ott idéztem szóról szóra mindazt, amit Pilinszky a vers születéséről elmondott. Tehát a vers 1952-ben keletkezett, a Csillagban király jelentette meg 1956-ban M.A.-nak ajánlással, ami Márkus Annát jelentette, aztán ezt később Pilinszky törölte. Nem Márkus Anna miatt, ezt meg kell mondanom, hanem valaki ismeretlen civillel támadt egy konfliktusa, akinek még a 40-es évek végén ajánlott egy verset. Ezt szerette volna, ezt az ajánlást törölni, de úgy érezte, hogy nem teheti meg, csak akkor, hogyha az összes ajánlást elhagyja. Ezért hagyta el aztán valamennyi vers dedikációját, azt is, amit Ferenc Ivének, azt is, amit Németh Lászlónak ajánlott, vagy Országlibnek ajánlott. Úgyhogy ez a története, és akkor azt találták, hogy megfelezték. 52-ben írta, 56-ban jelent meg, hát akkor 54-et írta alá. Na most megmondom, hogy miért érthetetlen. Azért érthetetlen, mert ez a vers nem a Rákosi korszak allegóriája. Gondolom, ezt nem kell magyarázni, ez sokkal hatalmasabb a vers is, a szugesztiója is, és általánosabb dolgok, szól, hogy úgy mondjam, szóval egy olyan létítélet van benne, aminek majdnem elhanyagolható részesak, hogy ebben a létben volt egy Rákosiról elnevezett időköz is. Ezt királynak is éreznie kellett, nem tudom, nem indokolta, és nem mondta meg soha, hogy miért ragaszkodik ehhez. Hát körülbelül ezek voltak a főbb kívánalmai. Ennek Pilinszky néhány hónap leforgása alatt tudott csak eleget tenni, mert ő nagyon lassan írt és nagyon lassan dolgozott. Végül elkészült a kötet, amelynek a gyakorlati sorsában igen tevékeny és hatékony segítséget nyújtott király, tulajdonképpen pártbeli elvtársai vagy álelvtársai egy részével is vitába szállva. Oroszlán része van abban, hogy ez a könyv megjelenhetett. Tehát ezt arra mondom csak, erre a furcsa ambivalenciára, ami király viselkedésében mindig megfigyelhető volt, hogy ő emelt fővel tapossa sárba az értékeket. Büszke arra, hogy annak tudatában teszi, hogy tudja, hogy ért gyémántokat tapossa sárba.